Hagyományosan idén is szeptember 16-án rendezik meg az Együtt Gyermekeinkért jótékonysági futóversenyt a Királyegyházi Cementgyárnál. A hetedik alkalommal megvalósuló közösségi futás és futóverseny célja ezúttal is a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése jótékony céllal megtűzdelve. Kicsiket, nagyokat, hobbifutókat, élsportolókat is várunk különböző távokon, 3, 4 és 11 kilométeren, és az idei év nagy különlegessége, hogy a 11 kilométer az az 5 próba sportesemény pontgyűjtő rendszerben is szerepel, így az indulók további pontokat gyűjthetnek, és ennek eredményeként akár a párizsi olimpiára is kijuthatnak. Királyegyháza község önkormányzata, Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, Szent Lőrinc város önkormányzata és a Lafarge Cement Magyarország Kft. Közösen szervezi az eseményt. Ez egy a térség jövőjét építő folyamat, amelynek alapértékei az egészséges életmód népszerűsítése mellett a környezeti egyensúly és fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a közösségi szemlélet növelése, emelte ki Turbéki Judit. Mivel a futóversenyünk jótékony célt szolgált, ezért ebben az évben is a befolyó támogatási összegeket, illetve a nevezési díjakat a résztvevő iskolák sporteszköz vásárlására fogjuk fordítani. A szervezők az egyes távok között zenés bemelegítéssel, ráhangolódással, valamint a Lafarge és a szponzorok által felajánlott tárgyi ajándékokkal gazdagított rajtcsomaggal várják a résztvevőket. A rövid és hosszú táv között pedig nyílt napot tartanak a Királyegyházi Cementgyárban, amelynek keretében kisvasúttal lehet bejárni és megismerni a cementgyártás folyamatát.